Március 10-én vetített utoljára filmet, és március 12-től nem üzemelhetett az otthon mozi. Emiatt számos új alkotást nem tudtak bemutatni a közönségnek. A vírushelyzet ideje alatt pedig az online térben tudták a nézőkkel tartani a kapcsolatot. Június 25-én, vagyis csütörtökön azonban újra kinyit az otthon mozi, így már élőben is találkozhatnak a filmszeretőkkel. Nagyon sok olyan film volt, amit nagyon vártunk, és nagyon szerettünk volna megmutatni a közönségünknek. Többek között a Frankofon filmnapokon a Nyomorultak című filmen nyitottunk volna, ami az egyik nyitó filmünk lesz. Reméljük a közönségünknek is annyira tetszik, mint amennyire mi várjuk, hogy levetítsük. Látható lesz még Jane Austen örökérvényű komédiája az Emma, míg a kicsikre gondolva Leszi kalandjainak legújabb feldolgozása kerül vászonra. Viszont nem csak az elmaradt filmekkel várják a látogatókat. Júliusban bekapcsolódunk egy országos rendezvénybe, Vissza a moziba címmel olyan premier filmeket fogunk vetíteni, amik még eddig nem kerültek moziba, illetve a premierjük később lesz, de a forgalmazó, akivel együtt fogunk dolgozni, az úgy gondolta, hogy ez most egy ilyen örömünnep, és elindítja ezt a fesztivált, amiben mi is csatlakoztunk. Többek között olyan filmeket fognak vetíteni, mint Roman Polanski Dreyfus ügyről szóló filmje, és mellette más olyan alkotások, amik igazán figyelemre méltóak. Csenkiné Tóri Edit, az otthon mozi vezetője elmondta, az újraindulásnál figyelni fognak arra, hogy a jegyeket hogy adják ki, illetve hogy ne üljenek túl közel egymáshoz a nézők. A fertőtlenítőről a moziban gondoskodnak, a dolgozók használnak majd maszkot, a látogatók pedig eldönthetik, hogy használják-e. Azt javasolják, hogy aki teheti, interneten foglalja le és vásárolja meg a jegyét.